Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntjük Önöket a mai online egészségnapunkon, és engedjék meg, hogy Gitidis-né Gyetván Krisztinát, védőnőnket bemutassam, és felkérlek Kriszta, hogy akkor a Válaszkészség a csecsemő gondozásban és táplálásban című előadásodat tartsd meg, kérlek. Én is szeretettel üdvözlök minden online konferencia résztvevő tagot, illetve aki majd meg fogja nézni ezt az előadást, és egy olyan témát hoztam mára, ami úgy a mindennapi életünket nagyon meghatározza most, hogy mi ez a válaszkészség, mi ez az igényszerintiség, ami a gyerek nevelésben, táplálásban, gondozásban megjelenik. Én egy kolléganőm nevét is láthatják itt a dián, akivel mi együtt dolgozunk ebbe a témában, és szeretném bemutatni, hogy mit is jelent ez. Mert igazándiból egy olyan dologról fogunk beszélni, ami a norma, a válaszkészségről. De mit is jelent ez a válaszkészség a gondozásban és a táplálásban? Ez nagyon fontos dolog, hogy ez arról szól, hogy mi figyelünk a gyermekeinkre, figyelünk a szükségleteire, és megfelelő módon megpróbálunk erre reagálni. És nagyon fontos, hogy a csecsemő vagy a gyermek később jelez, és a szülők megpróbálják kielégíteni az ő szükségletét. Tehát, hogy nagyon fontos dolog, hogy ez egy folyamatosan változó dolog. És azt szoktam mondani, hogy ez egy tanulási folyamaton megyünk keresztül. Mert amikor megszületik egy kisbaba, akkor figyeljük a jelzéseit, és hol eltaláljuk, hogy ő mit szeretne, hol pedig nem. De ez egy teljesen normális folyamat. Tehát nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy megengedjük magunknak, hogy figyeljünk, és úgy kell fölfognunk ezt az egészet, mint egy tanulási folyamat. És a tanulásnak vannak előrevívő, és vannak buktató részei. Tehát mindig, hogyha a táplálkozásról beszélünk például, hogy mindig a gyermek fejlettségi szintjét vegyük figyelemben, és nagyon lényeges az, hogy az éhségre és a teltség jeleire egyformán tudjunk erre reagálni. És ez egy változó dolog. Maga a WHO, aki a válaszkép gondozásról beszél, az nagyon fontosnak tartja, hogy ez interakció a szülő és a gyermek között. Tehát nagyon fontos az, hogy egy szülői irányításból eredő dolog, és állandó kapcsolat van a szülő és gyermek között. Miért fontos ez? Mi ennek az előnye? Nagyon fontos, hogy azoknál a gondozásoknál, ahol ez megjelenik, ott egy jobb kognitív és pszichoszociális fejlődést látunk, illetve azt is tudjuk, hogy kevesebb a stressz, így a betegségekkel, illetve a halálozással szembeni védelem is nagyon-nagyon jó mutatókat mutat. Persze nagyon sok mindenre ki fogunk ma térni, de nagyon lényeges az, hogy bizalmat hozunk létre, és ez a válaszkészség abból áll, hogy a gyerek, az anya reagál a gyerek jelzéseire, akkor a gyerek egy idő után megtanulja, hogy nem kell közvetlen közelébe lenni a gondozónak, vagy az anyának, azért, hogy ő ne féljen, és ő tudja azt, hogy meg fog jelenni majd az édesanyja. De nagyon fontos, hogy ezek adekvát válaszok legyenek. A gyerek szempontjából borzalmas bizonytalan dolog az, például, hogyha éjszaka jelzi azt, hogy ő éhes, és egyszer megjelenik az édesanyja, egyszer meg nem jelenik meg az édesanyja, mert ő nem tud ezzel mit kezdeni. A nem válaszkép gondozásnak a célja az, hogy csökkenjen a szülői jelenlét, ami egyébként evolúciósan a csecsemőknél ez nem igaz. Tehát nagyon fontos, hogy valaki ott legyen mellette. Csökkenjen a sírás és az éjszakai ébredés, és ezért egy ilyen időrendi táplálás és alvás elősegítése történik meg. Ez a szülő szempontjából ez egy ideális állapot, és azért nagyon sokan ezt szeretnénk, hogy ez egy ilyen ideális módon megtörténjen, de valójában a gyermeknek nem ezek a szükségletei, hanem az, hogy ott legyen mellette egy gondozó, ez idézőbe tenném ezt a gondozót, aki jelen van és segíti őt a fejlődési folyamatban. Akik elutasítják a válaszép gondozás gyakorlatát, ott nagyon sokszor az van, hogy ne etessék, amikor éhes, tehát hogy ilyen szabályokat tanul. Nagyon sok emlékünk van arról, hogy 3 óránként szigorúan, vagy 4 óránként etettek például bennünk egy gyerekkorba.
ne vigasztaljunk, ez, hogy hagyjuk sírni. Sajnos ezek még ma is olyan mondatok, amik elhangzanak. Pedig hát egy síró gyereknek ki kellett mondani, ki, aki megjelenjen, az maga az édesanyja, vagy az édesapja, vagy a testvére. Korlátozása a testi kapcsolatoknak, tehát maga az érintés, az együttlét, abban megint az történik meg, hogy ez minél kevesebben jelenjen meg. Hát ennek a nevelési elvnek egyébként annó, hogy rendre tanítsuk a gyereket minél hamarabb. Tanulja meg, hogy mi a rend. De maga a gyerek meg hál' Istennek nem így működik. Illetve azt, hogy ne etessük, amikor éhes, tehát hogy ezt már mondtam, de hát nagyon fontos, hogy nem a gyerek igényeit vette központiba, hanem azt, hogy szabályokat hozott létre ezáltal. És ezért szeretnék egy kicsit most beszélni arról, hogy mi a válaszkép gondozás, annak milyen egységei vannak, mert az együtt elhelyezés, a táplálás, a különböző megnyugtatási stratégiák, ezek mind részei. És a táplálást, a gondozást nem nagyon lehet egymástól elválasztani, hisz a csecsemő igénye minden szinten megjelenik. És mi ez, amikor a csecsemő honnan tanul, honnan veszi az információkat? Tehát abban az esetben, amikor a születés pillanatában jóformán bevonja a gondozóját. Hát hisz tudjuk azt, hogy egy újszülött, egy ember gyermek, az valójában időzélben úgy szoktuk mondani, hogy koraszülött. Hisz ő akkor születik meg, amikor az agytörzs működése, tehát tud az evés, az ürítés kapcsolata már működik, de hát nagyon sok minden nem működik még az ő születés pillanatában, és így neki alapvető fontosság, hogy az anyukáját maga mellé tudja, és ott tudja tartani, az édesapját is, hisz neki az időzelben az életétől függ ez, hogy ott tartsa maga mellett ezeket az embereket. Maga az anyai válasz segíti a csecsemőt, hogy tanuljon, hogy megbirkózzon a stresszel, és az, hogy az idegrendszer fejlődését egyre jobban építse. Ő jelez az édesanyjának, és az édesanyja reagál rá. És ez egy úgynevezett visszatükröződés. Az érzelmi állapotát érzi, hogy érzik, hogy ő jelen van. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy egymás tükörképei ebben az időszakban az anya és gyermeke. Hogyha az anya feszült, akkor a baba is jelzi. Ez amikor azt mondja a mama, hogy olyan sokat sír, nem tudom letenni, és ő izgul az, hogy hogy tud tökéletes anya lenni, hogy tud legjobban reagálni erre a jelzésre. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ez egy szinkronizáció zajlik, és az anya és a gyerek közben. És persze itt egy nagyon fontos dolog mindig itt van, a szeretet, és az az oxitocin nevezetű hormon, ami ezt az egészet irányítja, és segít nekünk abban, hogy ebbe belefoljunk, segítsük egymás kapcsolatát. És azt is tudjuk, hogy ez a válaszkészség hosszú távú hatása van, tehát amikor egy édesanyja beszélget és utánozza a gyermekét, akkor a beszéd fejlődésben is már jobb mutatókat látunk, tehát hogy a válaszkészség az minden szinten megjelenik. Ha a gyerek biztonságban van, nyitott a környezetre, akkor ez a környezetből egyre több ingert fog vezbe. És hát nagyon jól tudjuk, hogy az első 6 év, de az első 3 évben egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermek érdeklődését meglegyen, és nagyon lényeges az, hogy egy biztonságos környezetben történjen meg. Ennek különböző pontjai vannak, az első az, amikor a megszületés után a baba megszületik, és azt szoktuk nagyon sokszor mondani, hogy a korai kontakt elősegíti ezt az indító folyamatot, az az úgynevezett aranyóra, ami már nagyon-nagyon sok kórházban, hál' Istennek Magyarországon megvalósul, hogy együtt vannak. És azban az első 1 órában megtörténik az az ismerkedési fázis, hogy az anya
és gyermeke, és hogyha nagyon jó, hogy a magyar szülészeteken ott lehetnek az apák is, együtt lehetnek. Együtt tehetik meg ezt a nagy utat, amikor ez az ismerkedési fázis van. Itt 9 lépésről szoktunk egyébként beszélni, amikor az első aranyóráról beszélünk, amikor a baba megszületik, egy picit pihenget, és egy menetbe elindul az anya mellefelé, amiből ismerkedés lesz, pihenés lesz, a anya megláthatja azokat az éhségjeleket, azokat a jeleket, ami majd később fontos lesz. És ez egy kötődési folyamatnak az elindítása. Nem maga a kötődés, de hogy ennek az elindulása egy ideális módon történjen, és egymásra figyelve az egymás válaszai megjelenjenek, ez nagyon fontos, hogy ez az első időszak. De a szülés után nagyon fontos lenne az, hogy a szülészeti osztályokon ne legyen elkülönítve egymástól egy anya-gyerek páros. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, hogyha elkülönítjük őket, hogy reagálnak egymásra. Sokkal tudjuk azt, hogy se az anya, se az újszülött nem fog többet aludni azért, mert el vannak különítve, de azt tudjuk, hogy az újszülöttnek, akinek nincs ott az anyukája, nagyon magas lesz a stresszhormon szintje, ami nagyon hosszú távú hatásai lesznek. Ezért, hogy egymásra tudjanak hangolódni, nagyon fontos lenne az, hogy minél többet együtt legyenek. És ez egészséges éreggyerekek esetében is lényeges és nagyon fontos, de a koraszülött babáknál is természetesen egyre több intézményben van, és vannak családbarát koraszülött osztályok is, ahol az édesanyja és az édesapa egyre több időt tölthet az inkubátor mellett, és az inkubátoroknak a elhelyezkedéshez megérinthetik a babákat, és van egy úgynevezett nitkeppes eljárás, amikor megpróbálják azt a magzati létet még egy kicsit utánozni a koraszülött osztályokon is, hogy ott legyen az anya, beszél hozzá, mesél hozzá, és tudjuk, hogy ezek a koraszülött babák, ezek nagyon-nagyon jó hatással van az édesanyjuk, vagy az édesapjuk jelen van, tehát, hogy nagyon nincs olyan ok, amiben mi azt gondoljuk ebben a munkában, hogy el kéne a szülőket, tehát az anya és gyerekpárost el kéne egymástól választani. Tehát a roomingnek azért rengeteg előnye van mind a két részről, és itt mindig az anyákat emeljük ki, de nagyon fontos lenne azért az apák is megjelennének minden szinten, hisz legalább egy 3-as vagy 4-esről kell beszélnünk. Nagyon lényeges, hogy az a csecsemő, aki nincs elválasztva az édesanyjától, az az úgynevezett szeparációs disztressz, az a szeparációs szorongás, stressz, az nem jelenik meg. Nagyon segíti a kötődés, biztonságban tudja az édesanyja magát. Válaszképpen történik a táplálása, hisz ha az újszülött jelez, akkor az anyukája reagál rá, és abban a pillanatban merre helyezi, oda veszi magába, és ennek következményből, hogy ők sokkal kevesebbet sírnak, és megnyugtathatóbbak. Jobban is alszanak, mert megint, hogyha ott van az édesanyjuk mellettük, akkor ezek a mély alvási fázisok sokkal többen jelennek meg, illetve mint kórházban vannak, és nincsenek egymástól elkülönítve, az úgynevezett úgy szoktuk mondani, hogy keresztfertőzések, tehát ami a kórházban vagy egyéb helyeken van, az nem jelenik meg. Tehát, hogy ezek a babák egészségesebbek is. De mi van az anyánál? Nagyon nála is segíti a kötődést. Biztonságra tesz szert. Hát az elején mindegyikünk tudja, akinek van gyermeke és szül, hogy az elején azért akármennyire azt gondoljuk, hogy minden szakirodalmat elolvastunk, amit lehetett, azért, amikor egy baba ott van a kezünkben, azért ott van a bizonytalanság is, mert a legjobban szeretnénk csinálni, legjobb anyák szeretnénk lenni, nagyon tökéletesen akarunk működni, de ha ott van mellettünk, akkor figyeljük a jelzését, és egyre tapasztaltabbak leszünk, akár az újszülött gondozásban, az újszülött ellátásában tudja ezt megsegíteni. Biztosítani tudjuk azt a gondozást, amire a gyermekünknek szüksége van. És nagyon fontos, hogy egyáltalán nem asszunk kevesebbet, hogyha a csecsemő ott van mellettünk. És egy furcsa félelmet írtam itt a végére, vagy írtunk az Erzsébettel a végére,
hogy nem félünk attól, hogy elcserélik a gyermekünket. Ez lehet, hogy ez ilyen kicsit komikusnak hangzik, de nagyon sok anya, nagyon sokszor felmerül ez a nem, néha nem is reális félelem, hogy hol van a gyerekem, mit csinálnak vele, biztos, hogy az én gyerekem, de ha ott van mellettem, akkor ebből nem kérdés, hisz 24 órában ott van velem, és figyelem az ő kis jelzéseit. Mit kell tudni arról, hogy milyen gyakran kell szoptatni ebben az időszakban? Azt szoktuk mondani, hogy minél gyakrabban. És ez a evés egyébként, ez a táplálás, ezt tudjuk, hogy változni fog. Tehát nagyon fontos, hogy ott az első időszakban, de később is ne korlátozzuk a szoptatások számát. Én most kifejezetten egészséges gyerekekről beszélek, tehát akik nagyon jól fejlődnek. Tehát, mert hogy egy koraszülött vagy nem fejlődőnél ott természetesen segítséget kell hívni, és az egészségügy fog ebben segíteni, de ott sem korlátozni szoktunk, hanem inkább figyelni szoktuk azt, hogy milyen hatékonyan fognak enni ezek a babák. Mindig a gyomor kapacitásnak, tehát a gyomor méretének megfelelően változnak a szopások mennyisége. Tehát amikor régebben folyamatosan mértük, hogy mennyit eszik egy gyermek, illetve elgondoltuk azt, hogy testsúly kilogrammonként mennyit kéne neki adni, ez nem reális dolog volt. Ez megint a külső dolgok, külső feltétele rendszert akartunk minden gyermekre ráhelyezni, ahelyett, hogy néztük volna azt, hogy alapvetően anatómiailag egy gyereknek milyen mennyiségű táplálékot tud befogadni. Azt is kell tudni, hogy a gyakoriságról és a várható mennyiségről, hogy nagyon sokféle típusú gyereket ismerünk szoptatás szempontjából. Van, akik nagyon gyakran esznek kisebb mennyiséget, akkor vannak olyanok, akik tényleg pár perc alatt megeszik, majd később, és utána 3-4 órákat alszanak, vagy ott van ez a szó, hogy klaszterevők, akik folyamatosan esznek 3 óráig, aztán pedig több órán keresztül pedig pihennek. Tehát, hogy egyforma általános dolgot, hogy a gyerek hogy eszik, ezt nem lehet, hisz nagyon sokféle típusú evőgyereket ismerünk, mint ami felnőttek is, mi nagyon sokféleképpen tudunk táplálkozni, van, aki lassabban, valaki kóstolgat, valaki azért eszik, mert neki mondják, hogy enni kell, tehát nagyon fontos az, hogy vegyük figyelembe, hogy nagyon változó lehet ez a szopási magatartás, szopási gyakoriság. Az, hogy az első napokban igen fontos, hogy többször esznek nappal, és az éjszakai szoptatásnak is most is, és később is nagy jelentősége lesz. Tehát, hogy amikor nagyon gyakran azt szoktuk kérdezni, mikor alussz át a gyermek az éjszakát, és mikor nem fog enni, hát ezt mi nem tudjuk megmondani, azt tudjuk azt, hogy élettanilag azért később is ő 3-4 óránként éhes, de mint az előbb is mondtam, hogy nagyon változó, hogy egy gyerek milyen gyakran fog szopni. Tehát azt lehet mondani, hogy az első időszakokban nagyon gyakori az, hogy éjszaka is szeretne, és ennek egyébként nagyon fontos szerepe van az anyatej mennyiségnek a megelemelése, a prolaktin színnek a megelemelése szempontjából. Az, hogy szünetek vagy egy kicsit hosszabban fognak aludni a csecsemők, azért inkább a 6. hét után várható, de azt is el kell mondanom, hogy ezek az éjszakai evések, ezek nagyon változóak tudnak lenni. Van olyan kis csecsemő, aki már korán nagyobb időszakokat átalszik, de utána pár hét elteltével elkezd felébredni, és ez nem azt jelenti, hogy ő éhes, vagy nem fejlődik, hanem inkább nagyon sokszor azt jelenti, hogy egy fejlődési periódusban van, és éjszaka kicsit többet van úgynevezett felületes alvásban, és ez a felületes alvás hozza magával azt, hogy ő felébred, és a felébred ő úgy tudja megnyugtatni magát, és az az ideális, hogy az anyja mellén szopik, és megnyugtatja magát. Mert ez az időszakban ez a megnyugtatható. És nagyon fontos az, hogy az éjszaka valójában mindig egy kicsit a gyerekeknek arról szól, hogy félnek. Hát nekünk se jó egyedül aludni. Tehát, ha minél közelebb van az anya ágyához, minél
jobban és gyorsabban reagál a reakcióra, annál jobban és biztonságban érzi magát. Itt ez a tábla pont azt próbálja megmutatni, hogy a különböző napokban mekkora egy újszülöttnek a gyomra, illetve hogy ehhez, hogyha megfelelő módon táplálkozik, akkor hány pelenkája van, ami pisi, és hány, ami a székletek száma. Ezek úgy fontosak számunkra, hogy az anya megnyugtatja magát. Nagyon megnyugtató az, ha tudom, hogy a gyerekem eleget evett, és nagyon bizonytalan és nagyon rossz az, amikor az anya úgy érzi, hogy nem tud eleget enni adni. De látjuk, hogy milyen pici mennyiség kell, tehát hogy az első napokban pár milli, a harmadik napon azt szoktuk majd menet egy dió nagyságú, majd később az hatodik napon, amikor már egy ilyen barac nagyságú, ami a gyomor tartalma. Tehát, hogy nagyon lényeges dolog, hogy vegyük azt, hogy egy újszülött, hogy fejlődik, és milyen kapacitású az ő kis gyomra, és látjuk azt, hogy körülbelül mennyi mennyiséget tud megenni. És nagyon rossz, amikor külső számok alapján akarjuk megítélni egy pici babának a fejlődését, és a szoptatást pedig ehhez alakítjuk. Az, hogy milyen tapasztalataink lehetnek a válaszkép táplálkozáshoz, a roomingnek az első segítségbe, tehát nagyon fontos az, hogy amikor reagálunk egy gyerekre, hogy tudjuk azt, hogy valójában mikor éhes. Illetve az, hogy történjen a megnyugtatása, majd az ébrezgetése. Tehát ezek azok, amiket az édesanyának az első időszakban meg kell tanulnia. Először is azt gondolom, meg kell figyelni, aztán pedig meg kell majd alkalmaznia. De nagyon sokféle éhségjelet ismerünk. Hát itt egy ilyen nagyon aranyos kis ábrát láthatunk, és ott van, hogy melyik kórháznak a szlájdjáról sikerült ezt nekünk összeállítani, hogy milyen jelek vannak abban, hogy picit mocorog, nyitja a száját, elfordítja a fejét, keres, és aztán nyújtózkodik, aztán valahogy elkezd mozogni, kezébe veszi a száját. Tehát, hogy ő nagyon sokszor szól már aprón az anyukájának, hogy hát én most már azért szeretnék enni. De van, amikor azt az első időszakban eltalálja a mama, és azonnal őt merre helyezi, de hát van, amikor nem tudjuk ezt ilyen jól elkülöníteni, és a baba elkezd sírni. És a sírás, az már egy, azt szoktuk mondani, egy olyan jel, ami már többször szóltam, hogy éhes vagyok, és már kicsit hangosan fogok szólni azért, hogy nekem szükségem van az anyukámra. De nagyon sokszor az én munkámban azt látom, hogy nagyon félünk a sírástól. Én nagyon szeretném azt mondani, hogy a sírás egy kommunikáció. És az első időben az nem bajt jelez minden esetben, hanem egy jelzés egy csecsemőtől, akinek szeretné, hogy az édesanyja reagálna a jelzéseire. Mert hogy ez így nagyon egyszerű, hogy egy kicsit mocorog, cuppog, és hogy az anya azonnal reagálni fog erre a jelzésre, és fölveszi, de amikor az ember fáradt, vagy valamit csinál, ez nem olyan egyszerű. De úgy kell fölvennünk mindenféleképpen, hogy ez egy tanult folyamat. Mik a tehetségek, tehát az éhségjelekről beszéltünk. Ez természetesen nem állandóan változik, és minden csecsemőknél más-más lehet, de egy jó lapot csecsemőnél tudjuk, hogy a szopás az lelassul, vagy abban marad, elengedi a mellett, ellazul, összeszorítja az ajkát, elfordítja a fejét, tehát könnyen elterelhető lehetne a figyelme. Ez azért mondom, hogy ez egy séma, vagy egy fiókban lévő csecsemőknek a tehetségjele, de ez nagyon egyéni tud lenni. Tehát, hogy valaki úgy alszik, hogy nem engedi el a mellett közben, nagyon jól le tudja lazítani magát. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mint anya érzékeljem ezeket az egyéni jeleket. Tehát, hogy látjuk azt, hogy már tudjuk, hogy mik az éhségjelek, amikor jelzi. Néztük azt, hogy a tehetségjeleit abban a elhelyezésben, és nagyon fontos az, hogy tudjunk ébresztési technikákat is alkalmazni. Tehát mi van akkor, amikor már azt gondoljuk, hogy őt föl kellene ébreszteni, mert van olyan csecsemő, aki tudja ezt jelezni, van, aki meg kevésbé tudja jelezni ezt a állapotát.
Tehát például nagyon jó, hogyha túl meleg van, akkor egy kicsit levet kőztetjük. Hát pólyázni most már ritkában szoktuk de a csecsemőket, de hogy ebből a nagyon, nagyon jó magzati állapotból, hogy úgy be vagyok bogyolálva, nagyon jó, hogyha ebből kiengedjük a pelenkáját, cseréljük, együtt tartjuk az anyával, akkor különböző hangmagasságba beszélünk hozzá, ami nem az kiabálás jelent, hanem egy kicsit beszélgetünk hozzá, egy kicsit a szájához teszem a kezét, akár ugye a szoporreflexet szeretném kiváltani, akkor egy kicsit a klosztrumot, az anyatejnek az illatára reagáltatom őt, illetve hogy valamilyen függőleges helyzetben hozunk. Természetesen itt rengetegféle példát látnak ezen a dián, bármelyik, ami működik és használható, az nagyon-nagyon jól tud lenni. Nem mindig kell ezt alkalmazni természetesen, csak hogyha egy folyamatot nézünk, ez mindenféleképpen, ez az ébresztési technikák, ezek használhatóak. Amikor egy túlstimulációt okoz, tehát amikor nagyon, nagyon arra törekszünk, hogy egy idealizált állapotot hozzunk létre, Ha egyszerűen a túlstimuláció okozza, akkor nagyon jó, hogyha egy ilyen csöndes, megvilágosított szobába hozzunk, kicsit sétálunk a babával, ne beszéljünk, ne stimuláljuk túl, hanem simogassuk csak, tehát miközben mellem van. Tehát nagyon fontos az, hogy kerüljük azokat az alvás segítő technikákat, ami bebugyolálás, cumi használata, mert maga a cumi egyébként az egy olyan eszköz, amivel ezeket az éjségeleket tudjuk csökkenteni, magát a szoptatást nem megfelelő módon tud alakulni, illetve hát maga a nagyon magas hőmérséklet, ami mindenféleképpen ezt tudja okozni. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a technikákat kicsit gondoljuk át, és alkalmazzuk a gyerekünk szempontjából. Itt láttunk rengeteg elhelyezést, hogy lehet egy úszott osztályon elhelyezni gyerekeket. Hát az a régi klasszikus, az első kép, amikor az újszülött osztályok tele voltak pici babákkal, amikor én még főiskolás voltam, én ugyanezt tanultam, és láttam, hogy összeszedtük a gyerekeket, ami kimondani is elég kellemetlen számomra, és az újszülötten úgy sírtak a gyerekek, az anyukák meg a szobájukba, és látjuk, hogy a másik két képen mennyire jól látható az, hogy lehet együtt biztonságosan megoldani az együtt elhelyezést, akár egy kis kocsival, vagy egy úgynevezett olyan ágyacskával, amit az anya mellé helyezünk. Egyébként ezek a holdágyak, vagy ezek a kiságyak, amik közel vannak az anyához, azok nagyon biztonságosak, és mind a két fél számára megteremteni ezt a megfelelő teret, amiben ők jól érzik magukat. Magának a válaszkép táplálásnak, illetve a gondozásnak azért tényleg az a célja, hogy az igény szerinti kizárólagos szoptatást a 6 hónapos korig meg tudjuk tartani, illetve hogy később majd ott tudjunk olyan hozzátáplálást tudjunk majd alkalmazni, ami a baba számára megfelelő lesz. És nagyon sokszor a szoptatásról szoktunk csak beszélni, de nagyon fontos, hogy a hozzátáplálás és ezt megfelelő időben kell elkezdeni, és a gyerek megfelelő szintjéhez. Tehát ugyanazok a folyamatokat, amit én most elmondok az első időszakra, az ugyanúgy érvényes lesz a hozzátáplálás időszakában is. Maga az, hogy az igény szerint itt egyébként lassan már nem nagyon szoktuk használni, mert inkább ezt a válaszkészséget, mert hogy lassan ezzel az igény szerintiséggel senki nem tudott mit kezdeni. Mert a közszájon ez azt jelentette, hogy mindenki azt csinál, tehát hogy a gyerek irányítja ezt az egész folyamatot, ami egyébként ebben a szó összeteltelben sem jelentette azt, hanem azt, hogy mérjük fel a gyermek fejlődését, és reagáljunk erre a folyamatra. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez a válaszkészségnek és a gondozásnak valójában ez lenne majd a célja. De mindig a szoptatásról beszélünk. Tehát, hogy mindig azt mondjuk, és azért nagyon jól tudjuk, hogy az anyai minőséget az nem az befolyásolja, hogy én meddig és
kizárólagosan szoptatok egy gyereket, hanem azt, hogy ebbe a válaszkészségben hogy tudok reagálni a gyermekemre, hogy szeretem ott, hogy figyelek úgy. És én nagyon fontosnak tartom, hogy az üvegből való etetést is, amit a képen is látható, beszéljünk arról, hogy az üvegből etetett gyerekeket is lehet válaszképpen etetni. Tehát, hogy nem a szoptatás az egyetlen módja ennek, hanem nagyon fontos lenne megtanítani a szülőknek azt, hogy hogy lehet válaszképpen etetni. És van, akinek megadatik az, hogy szoptasson, de azt gondolom, hogy az anyai minőségünk nem az üvegből etetés, illetve a szoptatást kell összehasonlítani, hanem találjuk meg mind a kettőben azt, hogy hogy tudjuk ezt a válaszkészséget létrehozni. Látjuk azt, hogy itt az üveges etetésben is, amiért két nagyon kedves kép számomra, hogy ott a készségjelét a csecsemő tudja jelezni, és a táplálását úgy ütemezzük, ez az ütemezzük, ahogy a csecsemő irányítja az etetését. Nagyon lényeges dolog, hogy amikor természetes dolog, hogy amikor a szoptatásnál magunk mellé nagyon fontos az, hogy testközelben legyen a gyermek, és azt szoktuk mondani, hogy egy jó merre helyezés, illetve merre tapás úgy történik meg, hogy megfelelő közel van, megfelelő magasságban, egy vonalban van a fül, a váll, a csípő, és a merre tapadás az, hogy nagyra nyitja a száját, az alsó fölsajtát kifordítja. Ugyanígy a cumisüvegből való etetés esetén is nagyon fontos, hogy ne tegyük ki a csecsemőt ebből a rendszerből, hanem mindenféleképpen tartsuk nagyon közel. Nagyon lényeges, hogy szorgalmazzuk a szemkontaktust, hát egymásra figyelünk, és ebben a kontaktban jelenik meg majd az, hogy észre tudom venni, hogy ő mennyire éhes, mennyire már tehetségjeleit jelzi. Tehát ez egy lényeges dolog. Beszéljünk hozzá. Tehát, hogy a hangadás, a kommunikáció ez ugyanúgy jelenjen meg. És a cumit akkor tegyük a szájába, amikor magától kinyitja. Tehát, hogy nem bele tömöm, hanem felkínálom neki az üvegből való etetést, és az üveget nem beletöltöm a szájába, hanem megdöntöm, és ő a saját ritmusában, és az ő saját igénye szerint fogja az üvegből való etetést meglátni, véghez vinni. És nagyon lényeges az, hogy itt, ahogy mondtam, hogy a tehetségjeletet, tehát amikor megáll, és az már nem szívja az üveget, akkor mindenféleképpen engedjük meg azt, hogy ő lerakja, elengedje, tehát, hogy ez a válaszkészséget, mindig csak a szoptatásnál hangsúlyozzuk, de nagyon lényeges, hogy akkor, akik üvegből vagy fele-fele arányba etetik, hogy ugyanazok az alapmomentumok jelenjenek meg a táplálásban, mint a szoptatás esetében. És hát látjuk, hogy az apák is mennyire jól bevonódhatók ebben a válaszkész etetésben, hisz az első képen milyen szépen szemkontaktust látunk az apukája és a kis kulcska között. Az, hogy maga ez az interakció hogy alakul a válaszkép táplálás során, látjuk azt, hogy az anya felkészülése és felelőssége nagyon lényeges dolog, hogy kész a táplálás, amikor a csecsemő éhségjelet mutatja, és táplálja, ha éhes, és abba hagyja a táplálás a tehetség észleléskor. Tehát, hogy látja ezeket a jeleket, válaszol rá, és tudja, hogy mikor kell abba hagyni. Maga a csecsemő, mert hogy ő maga jelzi, amit megtanult, ebben az esetben ő maga az éhséget és a tehetséget hangadással, egy arckifejezéssel tudja, cselekvéssel, szopó vagy kereső reflexzel tudja megmutatni, illetve tud a gondozójának válaszolni, és megtanulta azt, hogy a szükségleteit ki tudja fejezni. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a válaszkészségben ő jelzi azt, hogy a szükségleteit, és a szükségleteit teljesítették, azokat is ki tudja fejezni. Tehát látjuk, hogy milyen interakció van folyamatosan a táplálásban, de a mindennapi életben az anya és gyermek között, és hogyha ez jól működik, ami valójában mindig, minden eredet, azért minden nevelés abból adódik, hogy az anya és az apa körülbelül tudja, hogy mit szeretne, irányítja ezt a folyamatot,
úgy, hogy a csecsemőnek az összes jelzéseit figyelembe veszi. És az is nagyon fontos, hogy ami újszülött korban lévő táplálási jelzés, az később folyamatosan fog változni. Újabb-újabb jelenségek jelennek meg, átalakulnak, és ez egy olyan folyamatos változás is jelent, és a folyamatosan tanulási folyamatban fog ez átmenni. Azt tudjuk, hogy azon kívül, hogy ez egy nagyon ideális segítségnyújtás, a szoktatás, ami segíti a kötődést, az interakciókat, szociális és emocionális és növekedési fejlődést hoz létre. Nagyon tudjuk azt, hogy akik hosszabb ideig szoktató anyáknál, kevésbé kontrollálják a gyermekük evését, mert biztosak benne abban, hogy tudnak ezekre a jelzésekre válaszolni. Érzékenyebben tudnak reagálni a gyermekük teltségére. Tehát, hogy az úgynevezett, úgy szoktuk ezeket mondani, más szóval, hogy regulációs zavaroknak a kialakulása, amikor az evés zavarok jönnek létre, kevésbé fog kialakulni. Természetesen ez egy nagyon sok összetevős folyamat, de nagyon lényeges az, hogy ez, hogy a maga az étkezés egy öröm, egy válaszként jelenik meg, ez nagyban segíti az, hogy későbbi korokban a különböző evési problémák kevésbé jelennek meg. Tehát ezért fontos, hogy ez már nagyon kicsi korban jelenjen meg, hogy a születés pillanatától reagáljunk ezekre a dolgokra. Mi a mi feladatunk egyébként a gondozás során látható ilyen elsajátendő technikák, tehát a síró gyereknek a megnyugtatása, illetve hát amiről már beszéltünk is, hogy az alvó gyereknek a felébresztése van. Hát a sírás, az erről szeretnék egy pár szót mondani, mert tényleg egy csecsemő elsírja magát egy nagy társaságban, ott minden nő és mindenki felé fordul. Tehát, hogy olyan decibelben van, amire mindenféleképpen valamilyen reakciónk lesz rá. És nagyon sokféle sírásról beszélünk, és amit már az elején is mondtam, hogy mint kommunikációként kell, hogy ez megjelenjen. De mi az, mit jelenthet? És nagyon fontos dolog az, hogy amikor az édesanyák később, ahogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, egyszerűen megtanulják elkülöníteni a sírásokat. Tehát az elején mindenki az, hogy éhség. Tehát, hogy vagy fájdalomról szól ez az egész, vagy frusztrációról majd később. Kontaktkeresésről, keresem azt az embert, akit oda szeretnék vonzani magamhoz, vagy a fájdalomról is szólhat ez. Tehát, de hogy ezek elkülöníthetődnek. Nagyon aranyos történetem van ehhez, hogy egy nagyon kedves barátom, aki azt gondoltam, hogy az ő gyermeket soha nem fog sírni, mert hogy mindig nagyon érzékeny reagált, és már egy picit nagyobb kacska volt a fiúcskája, és letette, és hallom, hogy sír, és ő ott beszélget velem, és így nézem, hogy nem mész oda, nem reagálsz a jelzéseire, és akkor én nekem, ez elalvó sírás, mindjárt el fog aludni. És tényleg így történt, hogy ez a fiúcska pár perc múlva aludt, és az anyukája meg tudta ezt különböztetni, hogy erre neki szüksége volt, hogy egy kicsit jelezzen ebbe a szempontból. Tehát, hogy nagyon fontos az anyák számára, hogy ezt meg tudják különböztetni, és ne csak a fájdalom és a félelem jöjjön be a sírás szempontjából. Tehát látjuk a dia alapján is, hogy mennyiféle módon, milyen sírhat egy gyerek, hogy büfizni szeretne, testkontaktusra válik, túl sok vagy túl kevés a stimulás, fáradt, vagy el szeretne aludni, hasfájás van, fogzása van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy mennyi minden, hány kérdés merül fel bennünk, amikor a sírás megjelenik. De hát a sírás létező dolog, de nagyon fontos az, hogy nyugtatjuk meg egy síró gyereket. Hát én mindig azt mondom, hogy a Jolly Joker a bőr-bőr kontaktus, tehát, hogy fölvegyünk, érintkezzük, és nagyon sok babánál alkalmazzuk azt, hogy akár a mama levetkőzik, és a babát is levetkőztetjük, és egy kicsit oda tesszük magunkra, ugyanúgy, mint a szülés után. Nagyon jók a masszázsok, tehát a simogatások, a masszázs, a nagyon jó baba masszázsokat lehet tanulni, ami egy kicsit lazítja ezt az egész folyamatot.
Hát maga az ölelés, és hogy a válaszkészségnek van nagyon sok része, de abban nagyon fontos szerepet tart, nagyon fontos szerepe van a hordozásnak, mert egy gyermek, aki 9 hónapig bent van a pocakban, utána 9 hónapig nagyon szoros testkontaktust kíván, de később is, és azért a világon a nagy többség hordozzák a gyerekeket, tehát test közelbe tartják, mert ez a biztonság számára. És maga a ringatás, ami a megnyugtatást hozza, akár a karomban, akár egy bölcsőben, akár egy hintába, de a ringatás megint egy nagyon-nagyon megnyugtató stratégia tud lenni. Hát van ez az úgynevezett bebugyolálás egy időben, nagyon sok gyereket bugyoláltunk be, és ez a magzati pozícióba hozzuk ezt a nyugtatási részt. Most már nagyon sok szakirodalom van, hogy ezt a bebugyolást azért óvatosan kell kezelni. Nagyon jó a szülői hang, az éneknek az alkalmazása, és ezt tudjuk már, hogy akár magzati korban, tehát egy várandós mama énekel, vagy egy zenét hallgat a várandósága alatt, ezt a szülés után is a gyerekek megismerik, fölismerik, és megnyugszanak rá. Tehát, hogy ezt használjuk, és nagyon kérem a szülőket, hogy ne a magnót, meg a tévét, vagy a telefont kapcsolják be zenetileg, hanem énekeljenek. Tehát, hogy az emberi hangnál, az anyai hangnál nincs más fontosabb dolog. Biztos, hogy a másik szebb, de a gyerekek nagyon megnyugszanak a szülők hangjára, és egyébként az anyai hangot is már a magzati korban ismeri, és az apai hang is számukra nagyon fontos. Hát magzati korból elég sok zajt hozunk magunkkal, tehát azt tudjuk, hogy a pocak az nem egy csöndes hely, és így különböző zajokkal, ezekkel a fehér zajokkal is azt szokták mondani, hogy lehet csökkenteni a sírásos folyamatot. Itt a, hát ilyen jellemző szokott lenni, hogy a porszívót, meg zajokat, meg rádiókat hallgatnak. Én ezzel nagyon óvatosan bánnánk, ezt úgy hívják ezeket, hogy fehér zajok. Néha alkalmazható, csak egy baba csak erre tud megnyugodni, akkor mindenféleképpen ajánlanám, hogy egy szakembert keressünk. Akkor még megnyugtató maga a szülő arca, a kontaktus, valami kis kontrasztkép, tehát hogy ezek a stratégiák nagyon jól tudnak működni, és maga az ízlelés, meg a szaglás, hát tudjuk, hogy az anyatej íze, a klosztrumnak az íze, az előtt erőteljesen megnyugtató, illetve hát átmenetileg minden gyerek újszopó egyébként, de hát itt a szoptatás nem csak az újszopás, hanem maga a mell szoptatása, tehát maga az evés egy nagyon-nagyon jó tud lenni, illetve hát nagyon sokszor alkalmazzák szülők, amikor egy kisbaba ágyába, hogy a mamája lehet, hogy el kellett egy mennie, hogy a magának a ruha illata, tehát nagyon-nagyon jó a szaglása a gyerekeknek, hogy a biztonság az tud lenni akár egy illat is. És hát látjuk, hogy ezt a bőrkontaktusos variáció, ez minden szinten tud egy síró gyerek esetében működni. Ami még a válaszkész táplálásról nagyon fontos, az az együttalvás, és még erről egy kicsit fogunk tudni beszélni. Ugyanis erre már tettem előbb is utalásokat, hogy azért az ember gyereknek arra van szükség, hogy a 24 órájában a szülővel legyen együtt. És maga az együttalvás az úgy fogalmazódik meg igazándiból, hogy egy helységben alvásról beszélünk, és biztonság szempontjából, mint én egészségügyben dolgozók, az a nem egy ágyban alvás szokás javasolni. Erre volt nagyon jó példa az a babaöböl használata, ami a kiságy mellett külön kiságy, de mégis az anya közelében tartózkodik. Az első életében, de az első 6 hónapban tényleg ezt a nagyon közeli együttlétet ajánlják a nemzetközi szervezetek, és maga az egy ágyban való alvásról ott nagyon sok ellentmondás van. És nagyon fontos tudni, hogy ez megtörténik az egy ágyban alvás, hisz nagyon sokszor az van, hogy szoptatunk és elalszunk mind a ketten, vagy egyszerűen ott ragadnak. Így nagyon fontos az, hogy arról tudjanak az anyák, hogy mi az a biztonságos együttalvás.
és ennek nagyon komoly feltételei vannak, amit mindenféleképpen ismernie kell a szülőnek. És látjuk, hogy felsoroltunk pár érvet az ügyben, hogy mi mondja azt, hogy az egy ágyban alvás mellett mi az, ami érvek szoktak fölmerülni. Hát evolúciósan mindenféleképpen, és az, hogy egy alvási szinkronizáció is található, a szoptatás mindenféleképpen segíti, hisz az első jelzésre az anya reagál, és azt is tudjuk, hogy akik ilyen közel helyezkednek el egymáshoz, annak a szoptatási mutatók azok sokkal jobbak, tehát hogy a kizárólagos vagy a részleges szoptatás az erősebben jelenik meg, és sokkal jobbak ezek a mutatók, és az a hirtelen csecsemőhalál szindróma, ami előjön, sokkal kevesebb ebben az esetben. Persze itt rengeteg statisztika nem vesz nagyon sok körülmény, de nagyon lényeges az, hogy maga a szoptatás mindenféleképpen ezt tudja csökkenteni. Ajánlás ellenére az egy ágyban alvás, mint mondtam, elő is fordul. Az, hogy mire kell ebben erre figyelnünk, abban nagyon fontos, hogy a szülőket fel kell világosítani arról, hogy mikor van ez biztonságban. Tehát például nem szabad nagyon meleg szobába együtt aludni, nagyon vastag takaróval együtt aludni, akkor olyan esetben, amikor az anya vagy apa dohányzik, ott semmi esetre nem szabad egy ágyban aludni egy gyermekkel, vagy hogyha az anya vagy az apa erősen túlsúlyos, és nem tudja ezeket a testkontrollokat biztos megkülönböztetni. Állattal nem szabad együtt aludni a gyerekkel. Ez egy nagyon, nagyon furcsa, én ezt hozom fel, de a napi tapasztalatom kezd az lenni, hogy nagyon sokszor van az, hogy valamilyen állatot bevisznek az ágyba, de hát, hogyha nem is állatról beszélünk, ott a nagyobbik testvér is, azzal is óvatosan kell várni, és nagyon lényeges az, amikor egy ágyban alvásról beszélünk, hogy a kisbaba mindig az anyukájhoz közel helyezkedjen el, illetve most már vannak olyan lehetőségek, hogy egy ilyen kis babafészekbe az apa és az anya között kicsit elkülönítve, de mégis egyben szerepel, együtt lehetnek. Tehát, hogy erről mindenféleképpen érdemes beszélni, illetve mindenféleképpen el kell mondani a szülőknek, hogy mi a biztonságos együttalvásnak a feltételei. Itt egy ágyban való alvásnak az ideális módját látjuk, tehát, hogy mindig az anya közelségében kell a gyermeknek lennie. És egy nagyon fontos dolog, ami egy ilyen nagyon kijelentőnek hangzik, de nagyon fontos az, hogy akiket mesterségesen táplálnak, azok ne aludjanak az anyával egy ágyban. Mert ezek a jelzések, ami egy szoptató gyereknél megvannak, és ráfigyel az anya, ebben az esetben nem annyira biztosított. Az is szokták részletezni, hogy hol, milyen eszközön, és látjuk azt, hogy ezek a pamlagok meg fotelek, ezek nem ideális módja az, hogy együtt aludjunk. Meg szokták határozni, hogy milyen matracban, például azt mondanám, nem tudom, hogy Magyarországon mennyire elterjedt a vízágy, de a vízágyban kifejezetten veszélyesnek tartják egyébként az együttalvást. Tehát ha lehet, hogy a maga az a tér, ez a nagy matrac, ami az együttalvásnak egy jó felszíne egyébként, és hogyha belegondolunk ezelőtt 60-70 évvel, hogy a maga a társadalom meg hogy hogyan alakultak a paraszti társadalomban, akár egy ház, volt az alvószoba, ahol mindenki aludt, aztán volt egy olyan helység, ahol pedig éltek, és ott volt a konyha. Tehát, hogy régen is azért maga az egy szobában alvás, az együttlét, az igazándiból teljesen természetes dolog, illetve megint azt kell mondanom, hogy a gyerek alapvető igénye, egy csecsemő igénye, hogy a szülei közelében legyen. És arra szoktuk még mondani, akik ezzel foglalkoznak, így a 21. század találtak ki ezeket a gyönyörű babaszobákat, amire igazándiból az első egy életében nem nagyon van szükség. De szépek, és ne számunkra fontosak, de a csecsemőnek pedig a szüleire van szüksége. Itt láttunk egy ajánlást, ami azt mondja kell, hogy az anyát mindig föl kell világosítani arról, hogy mi a kockázata és előnye az együttalvásnak.
és maga döntsön erről. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy nem külsőleg kell döntenünk, és nem meghatározni, hogy most gyerekágyban alszik, vagy ott alszik közelbe hozzájuk, hanem az anya tudja ezt, és bízzuk rá az anyára, hogy ő fel tudja mérni ezt az állapotot. És hát én lassan befejezem az előadásomat, és hát nagy kérdés, hogy milyen mértékben terjed el a grooming, milyen mértékben terjed el a válaszként gondozás és táplálás. Én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon-nagyon jó irányban haladunk. Tehát, hogy lassan visszatérünk ahhoz a normához, ahhoz a természetes módhoz, ahogy egy csecsemőnek, egy családnak működnie kellene. És az nagyon lényeges, hogy együtt kommunikálva minden szinten ezt a fejlődést hozza előre. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy egy kicsit körbe tudtuk járni ezt a témát, az evés, a sírás, az alvás témában. Köszönjük szépen, Kriszta, ezt a nagyon szép és hosszú és hasznos előadást, és akkor én most lejátszom a kötelező elemet.